Kertészeket, gazdákat és mezőgazdasági gépészeket képeznek a Lippai János mezőgazdasági technikum és szakképző iskola tiszabercei tagintézményében. Ez az oktató munka válhat hatékonyabbá a jövőben ezeknek az eszközöknek, és például ennek az önjáró traktornak köszönhetően. A mezőgazdasági gépeket és az ahhoz kialakított raktárhelyiséget egy több mint 270 millió forint értékű Európai Uniós pályázat keretében szerezte be és alakította ki az intézmény. Az eszközbeszerzés az a precíziós gazdálkodáshoz illeszkedő John Deere erőgépet, 61-55R típusú John Deere erőgépet jelent, és ehhez illeszkedően magágy előkészítő, kultivátor, műtrágyaszóró, illetve rövidtárcsa került beszerzésre, valamint ezeknek a tárolására egy 455 négyzetméteres csarnok, éppen ahol állunk, ez szolgál. Tulajdonképpen ezzel azt igyekszünk biztosítani, hogy ezek a nagyértékű gépek minél tovább szolgálhassák a szakképzés céljait. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár is érdeklődéssel tekintette meg az új gépeket. Az Agrárminisztérium politikusa arról beszélt, már most látszik, hogy jó döntés volt 2020-ban az Északi Agrár Szakképzési Centrumok létrehozása. Hozzátette, az ágazat fejlesztésére fordítható források az előző uniós ciklushoz képest csak nem 300 milliárd forinttal emelkedtek. Nekünk az a célunk, hogy ezek a diákok, akik a jövőt jelentik számunkra, és most kicsit hiányoznak is, mert gondolom az iskolapadban ülnek, ők megtanulhassák azokat az eszközöket, amikkel valóban versenyképesen léphetnek ki a piacra. Számunkra fontos az, hogy ők ne egy olyan tudást vigyenek el, ami 30 éves. Ugye a mezőgazdaság és az agrárium egy folyamatosan fejlődő iparág, és azt is látjuk, hogy a háború, a Covid felhívta a figyelmet arra, hogy rendkívül fontos is. Ugye a Covid alatt láthattuk, hogy rendkívül sokan elkezdtek például akár balkonokon is paradicsomot, paprikát ültetni, de sokaknak fogalma nem volt, hogy ezt hogyan kell. Na itt megtanulhatják, és ezt a tudást továbbadhatják, és megmutathatják azt, hogy Magyarország képes az önellátásra. Az új eszközöket a tiszabercei telephelyen a Lippai János Technikum és Szakképző Iskola mellett az Északi Agrárszakképzési Centrum másik 9 intézménye is használni fogja a jövőben.